Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, és jön egy kis nosztalgiázás. Azért nehéz távol tartani magamat a Call of Duty-tól, és én tudjátok, azért megvettem csak a Multiplayer Edition-t, annak még a Black Ops 3-hoz. És valaki kérte, hogy csináljak egy videót a spawn rendszerről. Már egy pár videót csináltam a spawn rendszerről Call of Duty-val kapcsolatban. Nagyon-nagyon sok videóban meg is említettem, hogy hogyan működik nagyjából is. Szóval most beszélgessünk arról, mivel hogy kértétek. Call of Duty-nak a spawn rendszere az évek során igazából nem sokat változott, egy elég egyszerű motivumot követ, és ha bár videókban már az évek során beszéltem arról, milyen a spawn rendszer, de nem igazán beszéltem arról, hogy hogyan lehetne kihasználni a spawn rendszert a saját előnyünkre. Persze, hogyha eléggé megfontolt játékos vagy, ha bár azt vettem észre, hiába játszom már évek óta Call of Duty-val, még mindig néha az a forró fejű játékos vagyok, aki berohan így és a golyók közepébe, hogy mindegy, hogy most mi lesz, vagy mi nem lesz, és elterítenek lábaló persze. De a spawn rendszert kihasználni nagyon is jól ki lehet, és azt hiszem, hogy ez nagyban függ attól is, hogy hogyan, mennyire ismered a játékot. Tehát az nagyon kell ismered a játékot. Például én vagy 2, Code 4, annyira ismertem, hogy a spawn rendszert kihasználni már így a játék természetes része volt, és úgy gondolom, hogy nem egy egyszerű folyamat kihasználni a spawn rendszert és tudni előre, hogy hova fogja a játék leszpawnoltatni az ellenfeleket, de hogyha már olyan szinten jársz, hogy tudod, hogy hol vannak a spawnok, akkor viszonylag könnyű dolgod lesz a pályán. Na most hogyan működik a Call of Duty spawn rendszere? Tegyük fel, hogy van ugye egy térkép, bármilyen térkép, lényegtelen milyen térkép. Van az északi, déli, nyugati és keleti oldal. Szóval ugye többnyire az esetek többségében tegyük fel, hogy az a te spawnolsz a déli oldalon, az ellenfél az északi oldalon és középen csaptak össze valahol. Na most, amíg a csata középen marad, tehát középre koncentrálódik az ellenfelek, mindig középen fognak spawnolni, akkor, bocsánat, mindig, az ellenfelek mindig középen fognak összecsapni, akkor a spawn rendszer mindig megmarad a déli és az északi oldalon. Ez időnként változik, hogy felcserélődik, ugye, de többnyire mindig a déli vagy az északi oldalra fogtok születni. Mikor cserélődik ez fel többnyire? Na most. Akkor cserélődik ez fel, amikor tegyük fel az ellenfélnek sikerül átnyomulnia a te térfeledre, húzol középen egy ilyen képzeletbeli vonalat, és az ellenfél átnyomul a te térfeledre, akkor kodnál felcserélődik a spawn rendszer. Hogy mikor van ez a dolog, amikor mondjuk a 6v6 csapatból három, legalább három ellenfél át tud nyomulni a te oldaladra, és ott tudja leszedni a társadat és téged, akkor a spawn rendszer meg fog cserélődni. Te fogsz az északi részre spawnolni, ő fognak már majd a déli részre spawnolni. Van az a tipikus eset, hogy mi van akkor például, tegyük fel, hogy te egyedül áttörsz az ellenfél oldalára, és eljutsz a spawn oldalig, és ott elkezded őket szedegetni, és hirtelen ugye egy ilyen nagy üresség lesz, nem nagyon spawnolnak, és nincs, és egyszer csak megindulsz, és bim, a hátad mögé spawnol valaki, és lelő. Ugye ismerős a kódból, mindig a hátunk mögé spawnol valaki, és lelő. Na most ez azért van, mert a játék próbálja gyakorlatilag kiküszöbölni a legkisebb kockázatú spawn helyet, vagyis próbálja megtalálni a legkisebb kockázatú spawn helyet, és hogyha a pálya középső részén, ahol a csata folyik, az le van terítve, de ugye a tegyük fel északi oldalra spawnol a többi társait, mivel hogy a középső rész le van terítve, így nem nagyon tud mit csinálni a játék, berakja oda, ahol te vagy gyakorlatilag, ugye, mert te átnyomoltál a déli oldalra, és ott szedted az ellenfél, és mivel hogy ott a legkisebb kockázat, az a játék mindenkit be fogod a spawnoltatni, és gyakorlatilag hátba fognak lőni előbb vagy utóbb. Na most, a rendszer a következő, kihasználni ezt a szisztémát, hogy hogyan lehetne. Eljutsz az ellenfélnek a spawn oldalára, tehát tegyük fel, te északon spawnolsz, tehát délre eljutsz az ellenfél spawnolra, és ott leszedegetsz mindenkit. A leszedegetsz mindenkit alatt, tehát mondjuk ott a spawnol hirtelen egy-két ember, azt leszedegeted, ahogy jönnek, és
megállsz, nem nyomulsz be teljesen az ellenfélnek a spawn oldalára, mert nincs értelme, mert amint mondta, előbb-utóbb hátba fognak lőni, megállsz egy kicsit távolabb a spawn ponttól, távolabb attól a ponttól, ahol tudod, hogy az ellenfelek spawnolnak, és mit csinálsz? Kempesz. Megvárod, hogy a játék beszponoltassa, megvárod, hogy a társai lelőjék őket, szerencsésebb esetben fog ez történni, úgyhogy a csapatod kompetens arra, hogy lelője az ellenfél csapatát. Megvárod, tehát nézed a kill feedet, és látod, hogy a társaid ölnek, az azt jelenti, hogy hamarosan ugye le fog spawnolni szinte az összes, majd hogy nem egyszerre, és egy kicsit vársz a spawnnal, és szépen leszedegeted őket sorban. Na most, ez az egyik változat, hogy hogyan lehetne kihasználni a spawn rendszer, szóval nem nyomulunk be rá a spawnjukra, mert előbb-utóbb valakit ránk spawnoltat a játék, mert gyors a játék, és előbb-utóbb valaki oda fog spawnolni és hátba lő minket, megállsz még mielőtt bemennél a spawnhoz, inkább kikempeled őket, vagy kiszeded őket, és megvárod, amíg az új hullám beszponol, és őket is kiszeded még egyszer, szóval nem csak... Ebben a kódban működik, ez igazából már szinte évek óta mindig kódban, és a Black Ops-nál se vettem észre, hogy ez változna, szóval hogy változott volna. Van úgy, hogy a néha a játék meghűl, és szerencséd van, tehát nem tudom, hogy ez meghűl, vagy mennyi a tudatos programozás része, amikor tényleg ott vagy a spawnon, és mindenki szépen csak a fegyvered elé rak, és hát az egyszerűen legidegesít, amikor téged kap el ez a hullám, hogy beszponolsz az ellenfeled fegyvere elé, de van pontosan ugyanaz a helyzet, hogy az illető tudja, és kivárja azt, hogy ti leszponoljatok, és megverő szépen egyesével leszeteget mindenkit a spawnon. Na most, a következő dolog, hogy hogyan működik még a spawn rendszer, nagyon egyszerű. Van az a változat, ugye, biztosan észrevettétek, amíg nem csak északra vagy délre születtek, hanem a két oldalára is, tehát a keleti és nyugati oldalra. És ez akkor szokott lenni általában, hogyha mondjuk tegyük fel az északi oldal, akik északon spawnolnak, át tudnak nyomulni egy nagyobb mértékben, hát igazából egy részük át tud nyomulni a déli oldalra, és közben a déli oldalnak egy része át tud nyomulni az északi oldalra, tehát így megoszlik a két csapat, és északon is délen is folyik a harc, ezért a játék kényszerül fog és kelet és nyugatra rakja a játékosokat. Ez a legmacerább, például, hogyha én játszom Call of Duty-t, TDM-ben is így működik, igazából nem tudom ki milyen játékstílust játszik, én többnyire Domination vagy Safeguardot szoktam játszani Black Ops 3-ban. Az egy kicsit komplikált, tehát mindig játékra kicsit ki lehetne térni a tulajdonságokra. Domination-nél tipikusan így működik, vagy északra, vagy délre, vagy keletre, vagy nyugatra spawnolsz, tehát amikor már itt bekoszlik a csapat, hogy egy része északon, egy része keleten harcol, akkor a játék két oldalra fogja, tehát északi vagy déli része harcol a csapat, akkor a játék keleti-nyugati részre fog spawnoltatni. Ritka esetnek mondható egy Call of Duty-ban, megtörténik gyakran, de a játék sajátosságában ritka esetnek mondható, és egyben a legrosszabb eset is, mert az illető, aki oldalra születik, nem tud eldönteni, hogy hova indul el, és lehet, hogy te épp kerülnéd az ellenfelet, és akkor bim, valaki oldalba kap, mert nem számítasz arra a spawn rendszerre. Ezért honnan tudod megállapítani, hogy oldalra fognak-e születni az ellenfelek? Onnan tudod megállapítani, kedves barátom, hogy megnézed azt, tehát figyeled kell a térképet. Ránézel a térképre, és látod, hogy hány társad van veled azon a térfélen, ahol van. Hogy hány társad van veled azon a térfélen, hogyha veled együtt három társad van a térfélen, és látod, hogy a térkép másik oldalán valahol a többi társad van, akkor nagy valószínűséggel van az, hogy oldalra spawnoltatt az ellenfeleket, és hogyha elődulsz oldalra is, légy óvatos, mert valaki több mint bizonnyal lesz valamelyik oldalon, tehát ez függ, hogy melyik Call of Duty és melyik oldal a spawn rendszer a népszerűbb, de ezt már tudja az illető, aki játszik azzal az adott koddal. Szóval vigyáznod kell arra, hogy oldalt biztos, hogy lesz valaki, hogyha oldalt fogsz elindulni.
Na most, mivel a játék gyorsan változik, ezért oldalról max. Egy vagy két, de mindig azok a legidegesítőbb emberek jönnek. Tehát mikor nem számítasz rá, akkor fognak jönni. Ezért kell nézned a térképet, és ezért mondtam annó, nem is egy Call of Duty-ban, nem csak az ellenfél mozgását nézed a térképen, és próbáld megjósolni, hanem a társaid mozgását is nézed a térképen, mert az nagyban befolyásolja az ellenfél spónolását. TDM spónokról annyit, hogy egy afféle kör alakban haladnak, többnyire mindig veled az ellentétes oldalon lesz. A TDM van az a szituáció, amikor mellé spónol az ellenfél, gondolom, ez kurva idegesítő, az azért van sajnos, mert annyira gyorsan halad a játék, annyira gyors, hogy nem tudja már hova letenni az embereket egy adott időben azzal a sebességgel, hogy biztonságos erőt érzi, berakja mellé, mert úgy érzékel, hogy te onnan elmozdultál, és akkor pif, már be is rakja mellé. Na most ez akkor mondja, mert tényleg annyira gyors a mérkőzés, és te nem vetted fel annak a tempóját. Na de mindegy, TDM-ben egy afféle kör alak van, ha valakit megölsz, az ellenkező oldalra spónol, ha átmész az ellenkező, akkor megint az ellenkezőre, tehát nagyjából egy ilyen ellenkező oldali spawn csinál a te szemszögedből, de viszont ne feledd azt, hogy megint csak vannak társai a játékban, és ők is ölnek, és ahol ők ölnek, velük szembe fognak beszponolni az ellenfelek, és mindig szembe, és mindig szembe, és ebből adódóan, mivel hogy állja, ugye gyakorlatilag mondhatni egy ilyen kör alak, ezért mindig, ezért fordul az elő, hogyha a társaid is ölnek, te is ölsz, előbb-utóbb valaki, akit megölt a társad, mellét fog szponolni. Mert egy ilyen kör alakul ki, és egy ilyen kör szisztémában fog haladni a spawnrendszer. Nagyjából ennyi a nagy trükk, de viszont ha a társadal nagyjából egyszerre haltak, és nagyjából egyszerre folyik a csata középen, akkor mindig veled szembe fognak spawnolni. TDM esetében Safeguard és a többi ilyen objective-based játék szemszögéből mindig egy oldalra fogtok spawnolni. Leszámítva megint csak azt a ritkább esetet, az ilyen King of the Hill, Safeguard, SD, nem mint hogy ott nagy spawn lenne. Tehát King of the Hill vagy Safeguard stílusú játékoknál ott mindig egy oldalra spawnolni, kivéve azt a nagyon ritka esetet, amikor az ellenfél megint csak betör a te oldaladra, de az ilyen objective játékoknál, mint az Obliteration, Safeguard vagy Headquarters, King of the Hill, ugye az a Headquarters, azokban az esetekben a játék törekszik, kifejezetten törekszik arra, hogy ne rakjon át azon a felező vonalon, hogyha bespawnolsz, tehát ne rakjon át az ellenfél oldalára. Tehát objective-based játékoknál van egy felező vonal, és az játék törekszik mindenképp, hogy ne kerülj az ellenfél oldalára spawn szempontjából. Nagyon ritka esetekben előfordul, az esetek 90%-ában nem fogsz az ellenfél oldalára spawnolni, még akkor sem, hogyha az ellenfél áttört a te oldaladra, csak és csak abban az esetben fogsz átszponolni az ellenfél oldalára teljes mértékben, hogyha szinte mindenki, de tényleg mindenki, mondjuk a 6-ból 4-5 áttört a te oldaladra, akkor a játéknak nincs más választása, mint hogy bedobjon az ellenfél oldalára, de ez ritkán fordul elé, ezért mindig a felező vonalnál környékén fogsz valahol beszponolni, hogyha valaki az ellenfél között benyomult a te oldaladra. Na most, ezért nem okos lépés egy objective-based játéknál átnyomulni az ellenfél oldalára. Maradj meg a te oldal, mert ha átnyomulsz az ellenfél oldalára, és te vagy ott egyedül, 100%-osan körét fogja spawnoltatni az összes ellenfelet, akit addig leöltél, vagy akit leöltek még a társaid, és mindenki berak körét, mivel hogy a társaid ugye az objective-based játéknál a felező vonal környékén mozognak, és a felező vonal mindig az objective, még a safeguardban is kávé, felező vonal mindig az objektív, és a társid ott mozgolodnak, ott tölik az ellenfelek, és te egyedül, ha benyomultál az ellenfél oldalára, és éppen nem egy Purifier-t játszol Black Ops 3-ban, akkor véged van. Mert be fogja a játék spawnoltatni köréd őket. És hogyha ezen csodálkozol, hogy ez miért történik, ez ezért történik. Nos, ha valamit nem mondtam el, akkor jöhetnek a kérdések, addig meg köszönöm a figyelmet, remélem, hogy ez így kielégít. Még lehetne beszélni fél órátról, de ha valamit kihagytam, akkor vagy egészítséget ki, vagy kérdezzétek, hogy lenne. Addig én köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!